Debrecen 2030-as városfejlesztési, városépítési programmal új környezetpolitikát hirdettünk. Ennek a programnak az ászlós hajója a Civakva program. A debreceniek 50 éves álma válik valóra. Nagyon régóta szeretnénk, hogyha el tudnánk hozni a Tisza vizét Debrecenbe, és ez most valóra válik. Ennek az évnek a második negyedévében elindul a kivitelezés. És nagyon fontos azt elmondani, hogy a költségvetés 700 millió forintot biztosít arra, hogy tovább tervezzük a programot egészen a Vekeri tóig. Ez a munka tulajdonképpen már elindult, és biztosítja azt, hogy a források megérkeznek, akkor tovább tudjuk vinni ezt a programot. Nagy szükség van rá, hiszen a nagy erdő jóléti tavainknak nagy szüksége van arra a vízre, ami a Tiszából meg fog tudni érkezni. És azt is szeretném elmondani, nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy számunkra fontos a debreceniek véleménye, és ebbe a programba is, mint ahogy mondtam, ez a legfontosabb programunk, szeretnénk beépíteni az ő véleményüket, ötleteiket, ezért hirdettük meg az elmúlt évben, és aztán nagyon szép eredménnyel is zárult a Civakva ötlet pályázat, 274 debreceni pályázott, 70 csapatot alkotva. Ezeket az ötleteket, mint ahogy ígértük, be is fogjuk építeni a tervezésbe. Tehát számunkra a debreceniek véleményének a megkérdezése nagyon fontos, és ennek a zöld munkacsoport javaslatára egy modern és innovatív formáját választottuk, amit szeretnénk aztán a későbbiekben más ügyekben is, mint jó gyakorlat tovább vinni. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy 2009-ben, amikor lecseréltük a teljes autóbusz flottát, a Euro 5-ös motorral álltak forgalomba az autóbuszok, éves szinten 500 tonnával csökkentettük a károsanyag kibocsátás mértékét, ez 10 év alatt egy rendkívül nagy számot jelent. Ennyit jelent az, hogyha odafigyelünk és időben odafigyelünk arra, hogy milyen Debrecenben a közösségi közlekedés. Ez az egyik alapja annak, hogy utasokat nyerjünk, és a jövőben ez még fontosabb lesz, hiszen egyre több ember számára fontos a környezetbarát közlekedés. És most eljött az idő, hogy ezeket a járműveket is lecseréljük. Euro 6-os motorral szerelt Mercedes autóbuszokra, itt további 17%-os károsanyag kibocsátás csökkenést, illetve 50%-kal kevesebb szállópor fog kerülni Debrecen levegőjébe. Ugye a buszoknak a cseréje megkezdődött, eddig 34 darab autóbusz érkezett meg, és 2024-ig megtörténik a teljes jármű flottának a cseréje. És hát elsőként csatlakoztunk Magyarországon meghirdetett zöldbusz programhoz. Itt az elsőként az nem valami fajta versenyt jelent a részünkről, hanem az elköteleződést jelenti, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy zöldítsük Debrecen tömegközlekedését, közösségi közlekedését. Debreceniek elsőként próbálhatták ki azt az elektromos járművet, ami néhány napig Debrecenben volt és szállította az utasokat. És most azt tudjuk mondani, hogy ennek az évnek a tavaszán meg fog érkezni a 12 darab elektromos, szintén Mercedes gyártmányú autóbusz Debrecenbe. Jelenleg ez a legmodernebb technológia, amit be tudunk állítani a közösségi közlekedésbe, de itt szeretném azt elmondani, hogy figyeljük a jövőt is, és nagyon érdeklődünk a későbbiekben, hogyan működnek ilyen környezetben az üzemanyag cellával meghajtott ilyen típusú járművek. Tehát most meglépjük azt, ami a lehetőségünk ez mérten, és a programnak köszönhetően a legmodernebb, és figyeljük azt, hogy később hova lehet még ebben a tekintetben tovább lépni. Nagyon fontos fejlesztésünk lesz. Jelenleg tesztelés alatt van, a kollégáink tesztelik a call centernek a bevezetését. Terveink szerint április elejével fog elindulni, egy ingyenes zöld számot fogunk biztosítani a debreceniek számára, és első lépésben, hangsúlyozom, első lépésben zöld területi ügyekkel indulhatnak a bejelentések, később pedig a városüzemeltetésre is kiterjesztjük. Ugye lehet telefonálni, csak néhány példát mondok, akár faültetéssel, gajazással, parlagfűvel kapcsolatban, illegális hulladék elhelyezésével kapcsolatban, vagy ha játszótéren valaki rendellenességet talál, akkor ezt is tudja nekünk jelezni. Ugye a call centernek azért is van jelentősége, mert a
hatékony humán erőforrás gazdálkodásnak az is része, hogy azok a kollégáink, akiknek az a dolga, hogy a város területeit felügyeljék, és akár kint legyenek a területen, hogyha azzal töltik az időt, hogy telefonálnak az irodában, hiszen sok bejelentés érkezik, akkor nem tudják ezt hatékonyan végezni. Tehát ennek egyrészt egyik oldalról a hatékony kiszolgálása a debrecenieknek, másik oldalról pedig a hivatal munkaszervezésében is egy óriási előrelépést jelent.